a magyar szakképzés új rendszere hogy fog kinézni az idén szeptemberben beiratkozó diákoknak a képzési szerkezete. Sziasztok, Duk András Ferenc vagyok, ez pedig itt a Vlogaritmus, amely minden egyes hétköznap jelentkezik, egészen pontosan a digitális oktatási napokon, immár a 10. hétnél tartunk, föl is vettem a 10. sapkámat, ezzel jelzem az idő múlását. Az érettségiről nagyon sokat beszéltünk mi is, a sajtóban is sokkal több cikk van róla, sokkal jobban foglalkoznak vele a politikusok is. Egy méltatlanul elhanyagolt terület a szakképzés, amiről épp ezért most ezen a héten több Vlogaritmus adásban is szeretnék beszélni. Úgy szeretnék erről beszélni, hogy ez ne csak azoknak szóljon, akik tanulnak benne, sőt, elsősorban azoknak szóljon, akik nincsenek benne, és kívülről szemlélik ezeket a dolgokat, hiszen fontos, hogy megértsük a szakképzésben tanulók, tanítók problémáit. Ehhez a mai adásban egy szerény, de majd mindjárt meglátjátok mégis milyen nehéz célt tűzök ki, hogy bemutassam, hogy néz ki jelenleg a szakképzésnek a rendszere. Most ugye két rendszer párhuzamosan lesz jelen 2020. szeptemberétől, hiszen aki 2019-ben idén, ebbe a tanévbe pontosabban kezdett, az még ugye befejezheti a korábbi szerint a tanulmányait. Ugyanakkor aki most kezd, az már az új törvény szerint fogja befejezni, hiszen 2019. novemberében az országgyűlés új szakképzési törvényt fogadott el, a 2011-ben, tehát már szintén a NER-ben elfogadotthoz képest. Tehát én most csak visszautalva nagyon régi időkre, ugye akár a rendszerváltás előtti időkben is jelen, volt már jelen szakképzés, sőt, akkor volt igazán jelen, azokhoz képest a három szakképzési rendszert fogom nagy vonalakban, és emiatt nyilván szakértő számára kicsit pontatlanul a részleteket nem kifejtve összehasonlítani. Nyilván el lehet sejteni a szakmákat ráépülő képzésben, és érettséget is lehet ráépülő képzésekben szerezni. Én most csak arról beszélek, hogy aki 14 évesen, vagy legalábbis 8. általános iskola osztály elvégzése után ott áll, hogy választan egy középfokú oktatási intézményt, az miből választhat. Tehát én most nem beszélek a felnőtt képzésről, de majd arról is lesz szó egy későbbi adásban. Most szeptembertől a szakképzési új törvény szerint 2 iskolatípusban lehet megkezdeni a tanulmányokat. Technikumba és szakképzőiskolába. Kezdjük a technikummal. A technikum az egy olyan iskolatípus, amely érettségit ad és szakmát. Tehát ezért kimondottan van egy szakmajegyzék egyébként, egy teljesen kötött, és ez egyébként nem is szerencsés, de nagyon merev szakmajegyzék, viszont cserébe le van írva, hogy az egyes képzések hány éves képzések kell legyenek. Ezek ugye 5-6 éves képzések, nagyjából megfelel annak, ami korábban az érettségi plusz ráépülő szakmai szerkezet volt. Ugye hogy hívták a technikumokat korábban, sőt ez is történik, hogy ezeket az iskolákat, tehát nem jönnek létre új iskolák, hanem átnevezik az eddigieket nyilván, az eddigi szakgimnáziumokból lesznek most a technikumok. Nagy vonalakban kb. Azokat, amiket 2011 előtt szakközépiskolának hívtunk. Nem tudom, hogy lehetető volt-e. Tehát szakközépiskola volt, ami egy érettségit adó 4 év folyamos iskola volt. A lényege az volt, és ez egy nagyon fontos változás, hogy ugyanolyan érettségit adott, mint a gimnázium. Miért? Ugyanúgy 4 kötelező tárgy volt, ugye Magyarországon a magyar, a történelem, a matematika, egy idegen nyelv kötelező, és emellé egy 5. választott valaki. Ugyanakkor a szakgimnáziumokba, és most a technikumba is ez megmarad, kötelező a szakmai érettségit 5. választani. Ez régen is lehetőség volt, 11 előtt, csak nem volt kötelező. Ami probléma szerintem, ez azt jelenti, hogy 14 évesen, 8. osztály elvégzése után valakinek el kell dönteni gyakorlatilag, hogy milyen irányba akar tovább tanulni. Hiszen tovább lehet menni mondjuk egy faipari technikumból az erdészeti egyetemre, de az egy fontos dolog, hogy más vonalon nem, hiszen hiányoznak azok a lehetőségek, amik eddig voltak, hiszen a szakgimnáziumokban kötött az 5 vizsgatárgy. Persze valaki nagyon akar 6.-7. vizsgatárgyként letett még egyebeket, mondjuk ha orvos akar lenni, de azért ez lássuk, hogy egy jelentős nehézség ahhoz képest, mint a gimnáziumba járna. Tehát plusz nehézségek árán mehet valaki szakgimnáziumból jelenleg is csak tovább, és aztán a technikum ezt merevíti még jobban ezt a rendszert, hogy nem is kap 4 év után érettségit, hanem a végén egyben kap meg mindent. Tehát 5-6 évet el kell töltenie a középfokú oktatási intézményben. A másik lehetőség
az, hogy valaki szakközépiskolában kezdte 19-ben a tanulmányait, ami ne keverjük össze az előbb elhangzott szakközépiskolával. Ez a szakközépiskola, ez 2011 előtt szakiskolának hívták, még régebben szakmunkásképzőnek. A szakmunkásképzőt átnevezték szakiskolára, és utána szakközépiskolára. És most ezt átnevezik szakképzőiskolára. Tudtatok követni? Megértem, ha nem. De ez a helyzet. Tehát gyakorlatilag rendszeres óta a negyedik neve van ugyanannak a dolognak. Itt ténylegesen arról van szó, hogy 3 év alatt megpróbálunk olyan tudást adni a diáknak, ami elegendő neki a munkaerőpiacon. Szerintem ez egyre nehezebb a bonyolult 21. századi körülmények között, ebben a nehézen érthető világban, de érettségi nélküli kivenet a lényege neki. Tehát ha nem akarok érettségit, hanem szakmát akarok szerezni minél előbb, akkor szakképzőiskolába iratkozom be, amit most 19-ig még idén is szakközépiskolának hívtak, és előtte szakiskolának hívtak. Na de hogy a magyar szakmai oktatásnak milyen más kérdései, problémái vannak, ezekre a következő adásokban fogok kitérni, mutatok majd grafikonokat, ábrákat, mindenféle hasonló szép dolgokat, meg hát majd mesélek arról, hogy nekem a nézőim, vagy épp a Momentumos tagozati társaim, akik ilyen helyeken dolgoznak, miket mesélnek, vagy a szülők, akik ilyen helyre jöttek a diákjaikat, miket tapasztaltak. Úgyhogy iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és lájkoljátok a Dukán Ferenc Momentum oldalt. Sziasztok!